Csökkentek az árak Magyarországon áprilisban. A KSH szerint az infláció mínusz 1,1% volt éves összehasonlításban, ilyesmire 1968 óta nem volt példa. Ennek oka egyrészt a rezsicsökkentés, másrészt a külkereskedelem miatt a szerte Európában tomboló nyomott infláció hatásai gyűrűztek be, amit még a gyenge forint sem tudott ellensúlyozni. A rezsicsökkentés hatásai nélkül az alapfolyamatokban is lassulás látszik, ugyanis az adószűrt maginfláció is csökkent. Így tehát van tér a rekordalacsony 2,5%-os alapkamat további csökkentésére.